egyszerűsége megint a dzsungel, tehát hogy ezt nem is kell megemlítenünk, mindig a dzsungelen lesz itt a tiltásoknál a hangsúly. Tárját ki kell szedni. Gigi ez, aki nagyon szépen játszott vele az előző alkalommal. Szerintem a Rakan tiltás fog érkezni egyébként az Vezdától, ugyanis az X25 támogató játékosa játszott a múlt héten, és elég jól üzte, és nagyon sokat segítette a csapatát. Vagy a Pike, ugye, Páncsra. Így van, és ugye amikor a Zvezdával játszottak még legelőször, akkor is pontosan rakánozott, és akkor kikapott például a Zvezda, de ott van Kalujiji Taliája, őt nem látjuk, csak úgy, mint Aatroxot és Swaint sem. Nem véletlen, ugye ez kettő eléggé alaptiltás, sőt a másik kettő is, egyik oldal a dzsungeleseket tilt, a másik pedig ugye a maradékot. Valószínűleg akkor most ki kéne szedni egy rakant, így van, és itt pedig ki lesz szedve a harmadik dzsungeles, Kindred. Hát, hogyha... Vladimir. Akkor viszont bemaradt Kindred, és Kalujiji elhozhatja. Hát kíváncsi leszek, hogy mennyire szeretne Kalujiji most azzal a Kindreddel játszani. Szerintem egyáltalán nem meglepő. Nem lenne meglepő, igen, viszont akkor számítani kellene arra, hogy a... Az Vezda, így van. Hát Freezy. Mit lehet hozni Kindred ellen megint? Ruzaki? Trundle, vagy Gragas ugyanaz, ami még egyszer működött Kindreddel szemben. Hát én nem tudom. Oh baby. Hát, hogy Oxmart egyébként élete predikcióit hozza. Ma így van, hát nem úgy, mint hétfőn, de dolgozom rajta. Így van, tehát... Legalább a választási fázisokat meg tudom tippelni. Orianna jó, Meroe-nak egy erős választása, nagyon stabil, nagyon jó ösvényfázisa van, ráadásul ugye a csapatharcokban eszméletlen erős tud lenni ugye a vonzás hullámmal. De hát benn van még egy olyan támogató, illetve, na, Caitlyn, gyerünk! Morgana, Caitlyn, nagyon nem, de... Nem hiszem, szerintem itt egyébként... Nem van itt Varus. Én Varusra tippennék, amit az X-25 most elhozna a lövésznek, tehát a Gabbano kezében. Rakan nincs, másik... de szaja jöhet. Ó, oh, baby, gyerünk! Oké, hát akkor tiszta fiesta. Igen, tetszik eddig. A másik oldalról... ugye a támogatók, ugye csak Rakan van kitiltva, és Morgana van választva. Benn van még Braum. Aki egyébként nem lehet a rossz választás, mint Kindreddel szemben, de hogy lehet egy Soraka is. Braum, Alistar, akár Soraka. Még... igen, hát Soraka, nem tudom. Nem tudom miért. Igazából nem rossz, hiszen már van egy tankosabb karakter. Ugye valószínűleg Ruzekinál lesz és az Soraka lesz az. És ott lesz lehet, a Soraka. Lehet, hogy látunk, hogy meglepi ADC-t? Amiatt hozta be esetleg a Sorakát? Szerintem nem feltétlen, bár akár az is lehet. Ryze, Jace... A két tiltás eddig a második tiltási szakaszban. Így van, most ugye a középső ösvényről és a felső ösvényről tiltanak a játékosok. Érdekesség, hogy itt már van lövész is, van középső ösvényes is, nem úgy, mint ugye az előző meccseken azok maradtak a végére. Az Vezdánál még kell egy lövész és egy felső ösvényes játékos. Az hát ha csak nem Ragasz megy föl, mert amúgy az is lehetséges. Az is benne van. Középre? Nem kizárt. Orianna van? Meglepődnék. Jean. Na Jean. Nagy sebzés a válasz, ugye sárkány hű. Gondolok itt arra, hogy azért eléggé sok sebzése van egy Dravennek, bár... Ezreal. Oké, Ezreal, rendben. Biztonságos játék, távolságot tudja tartani Dravennel szemben, nyilván jó esetben. Én viszont nagyon aggódok Clocks miatt, hogyha ugye a Soraka valószínűleg hozzá fog kerülni. Nagyon óvatosan kell játszani, egy elkapás, és onnantól lehet temetni. Abszolút, és ott a Dr. Mundo, a híres, megölhetetlen Mundo, nagyon-nagyon tankos és nagyon idegesítő karakter lehet. Szerintem pont azért, mert hogyha ott egy Soraka, és behúznak egy Mundót hát még az... a Zvezdások, hát akkor itt kőkövön nem marad. Abszolút. Kakosz különben múltkor játszotta a Mundot, szóval erre bőven meg volt az esély. Szerintem ez inkább egy ilyen extra tiltás volt. Tehát, hogy inkább elhozza Freezy, ne legyen ott Kakosznál. Igen, Freezy-t ugye láttuk többször is, hogy a Kleddel is játszani. És akkor... Oké, Kassadin érkezik majd. Axa kezébe, ugye az X25-nél a középső ösvényre, és akkor még várunk ugye egy felső ösvényes, vagy dzsungeles hős, attól függetlenül, hogy ez a Gragas hol lesz, Kakosz vagy Ryuzaki kezében. Ki lehet elképzelni, ki lehet még itt jó választás, ugye? Gnár, mit szólsz? Gnár, Ornn is benn van. Ornn, igen. Az egy standard választás. Gnár. Hát Axmar, esetleg. Te, ma itt, ezen a meccsen, Eddie nagyon jó. Darius lehetett volna még elképzelni, ugye ő volt egy népszerű választás
a Mundóval szemben ő az, aki esetleg meg tudná ölni Mundót. De igazából ugyanilyen szempontból jó Gnár is, ő is ugye távolról tudja szedni, ráadásul ugye 100%-os arányban osztja a sebzést, egy életről 100%-os arányban, ezért lehet csapkodni Mundókat. Megnézzük, hogy ez mennyire fog összejönni, lassan azért érkezünk a mérkőzésbe. Nagyon meglepődtél ezen a Kassadinon. Értem, hogy miért lehet Kassadin válaszol, csak azért tényleg meglepődtem, hogy az X25 bemerte vállalni ezt a Kassadint, ugye lett erősítve ő, nem is olyan rég, a 8.14-es frissítés előtt, na de mielőtt megérkeznék az idéző szurdokára, srácok, újra lehet refölzni, ugye a cseten pörögjön a felkiáltója reföl parancs, lehet kulcsot nyerni, és akkor majd a mérkőzés végén lesz ugye kisorsolva ez a kulcs, szóval egész meccsen van időt pörgetni ezt a reföl parancsot, és akkor... És hát egész meccsen, ami már el is kezdődött, a mai nap utolsó mérkőzése, X25 eSports versus Renac Zvezda, legyen a küzdelem, van itt nekünk minden. Van itt Gabanónál Draven, van Ezreal, végre megérkezett a hasas kolléga, Kindred, ugye Kindred ellen rengetegszer pikkeltek Nocturne-t, és ugye ő ezúttal ki volt szedve, nyilván nem volt lehetséges választás, de nem szokták behozni ezt a Gragas, pedig volt már olyan alkalom, amikor ugye Kindred volt választva, és Gragas lett ellenválasztva, és sikerült megnyerni azt a mérkőzést, ugye, ahol Gragas volt. Nem véletlenül, tekintve, hogy ugye nagyon jó a kettő végső képesség egymás ellen, igazából Ruzaki Kalu ellen, mert a robbanékony hordó kilöki az embereket Kalunak a végső képességéből. Van. Visszatérve egy kicsit a kasszadin, tehát hogy ő lett Draven, miért kellett hazamennie? Nem maradtunk esetleg valamiről, talán egy Ezreal húval eltalálták, és inkább hazament életerőttől? Lehet nem vásárolt. Tényleg kapott ezzel egy mana potit. Ez nem gyakori. Így van. Nagy valószínűleg nem vásárolt, hanem a kleptomániából szerezte ezt be. Ez ugye Kassadin kapott egy kisebb erősítést. Ugye nagy valószínűséggel ezért választott őt Baxa, hogy már az Orianát ezzel próbálja megállítani. Ugye az, hogy Oriannak van ez a kis labdája, meg az, hogy ugye úgymond ranged, tehát hogy tud messzire akkor. Hát igen, távolságból is minél akad farm. Oké, hát Kloxz és Kloxz azért... tudnak akciózni. Gabanó ezzel a hazamenéssel eléggé sokat benyelt. Arról nem is beszél, hogy 3 darab gyógyitallal érkezett ki. Szerintem erre szükségére is lesz, hiszen Kloxi és Klox folyamatosan bántalmazni fogják, folyamatosan piszkálni fogják. És ráadásul az építését is kicsit meggyorsítja ez a hosszú kart. Aki még amúgy érdekes, a felső esélyt megnézze, Kakosz Aratás. Ilyet sem látunk egyébként minden nap, hogy Egnár aratással kezdene. Nem akar agresszív lenni, akkor ez szerintem abszolút, tehát inkább gondolkozik közben, mert besétel az NFL dzsungelébe, gondolom kihelyez egy agresszív vörszevet, így van, hogy lássák, lehet, hogy követni Kalu mozgását, akire fontos lesz figyelni, ugyanis nagy valószínűséggel át fog lépni az NFL dzsungelébe többször is, hogy gyűjtse azokat a jelzőket, mikre neki szüksége van, amit már megbeszéltünk, hogy jókora előnyhöz juttat. Ragasz már gondolkozott is arra, hogy az első ne legyen az övé, hiszen a rák lett szedve az alsó folyó oldalon. Itt az első ösvény egyébként nagy valószínűséggel arról fog szólni, hogy Soraka és Ezreal végig piszkálni fogják azt a Draven-t. Gabanót nem fogják nyugodni hagyni. Végig kapja majd a Silence-et, kapni fogja a Q betűket, a Q képességet fog ezt bemelni végig Proxy. Csak akkor még itt van Ryuzaki. Na, Ruzaki meg itt van Kalu is, egy 3v3-as szituációból ki fog kijönni jobban. Ugye Kloxz az, aki tud gyógyítani megállni, Kloxy pedig elég sok mobilitásra bír. Mert úgy néz ki, hogy nem lesz ebből nagy harc. Kaluék nem találkoznak, Ruzaki. Ki lesz itt a fő? Hát igen, Kalu el tudja őzni, Baxa tud még jönni. Ő neki még nincs meg a mobilitása, tehát nincs meg a 6. szín. Kalu folyamatosan lövi Ruzakit, tehát Punch is megérkezik. Visszalép mind a két csapat, nem merik túlvállalni magukat. Voltak vele, hogy nem éri meg még a meccs ezen szakaszában ilyen túl. Hát kilépni a biztonságos zónából, a komfortzónából.
A felső is egyébként ne várjuk túl sok akciót, tényleg Nártól és a Mundótól nagy valószínűséggel nem arról fog szólni. Ó, Merouz van bajban, ott van a lassítás, Ruzeki megérkezik, egy kicsit segítsen. Nem rossz a sebzés, és úgy néz ki, hogy ezzel meg is tudja menteni Merouzt. Nem kell elhasználni a semmilyen idézői képességet. Kindred egyébként nagyon hatékony annak ellenére, hogy még csak a 4,5 percnél járunk, vagy még csak 4-es szintű, és még egyetlen egy tárgyas nincsen meg, ugye Gragasszal szembe. Tehát ugye Gragasznak sincsen még tárgya, ugye nagy valószínűleg biztosan sokkal tankosabb lesz, ugye lesz életerelő, lesz páncélja. A kalomos bosszút állhat. Meg is van a legnagyobb pengecsőr. Kisebbeket meg már ott lehet hagyni. Plox és Plox! Eszméletlen erős itt az alsó ösvény. Folyamatosan rettegésbe tartják Bánst és Cavanót. Hát igen, csak az elég sok manába kerül. Látjuk, hogy Plox-nak már nincsen túl sok manája. Plox-nak ugye meg folyamatosan ugye a misztikus lövedéket lőni kell folyamatosan, ahogy csak tudod. Míg ugye Cavanó azzal, hogy folyamatosan felszedi a pengét, ezzel manát spórol. Igen, és időközben hogy egyik játékos sem érkezett ki teleporttal. Tehát, hogy láthatunk egy teleportot Baxánál, meg ugye egyet Frizinél, illetve szintén másik oldalt Kakosznál, viszont Proxy nem választotta be ezt a teleport dolgot, tekintve, hogy amúgy ezileg szokták ugye az arany generálás miatt. Igen, és egyébként Klox annyira biztonságra szeretne menni, annyira biztonságérzetet szeretne magát tudni, hogy megtisztulásozott csak is Morgana ellen. Kell. Abszolút kell, tehát hogy nem akar meghalni az ösvényen nagyon korán Dravennek, tehát megszaladhat nagyon korán ez a Draven, nagyon könnyedén előnyhez juthat hó, főleg egy Soraka ellen, hogyha esetleg Kalu is az alsó ösvényre szeret menni. Többször Sorakát el lehet kapni hossz aranyért, azért a megtisztulás egyébként nagyon jó választás Sorakától. Ezért is lett népszerű Draven, mert hogyha megszalad a játék elején, akkor neki a passzívja nagyon jó arra, hogy extra aranyat szerezzen, ezáltal meglegyenek azok a tárgyak, amikre ugye egy mostani lövésznek szüksége van. És óceán sárkány most a mai nap folyamán először látunk óceán sárkányt. Elég volt már a felhő. Viszont, és a hegycsernyő. Amit ma nem láttuk, Kakosz, el kellett villanni. A Freezy 6. szint után eszelősen ráment, nem is kellett foglalkozni semmivel. Van. Egy tüzes sárkány nem volt szerintem meg a mai nap. Így van, nem láttunk még pokoli sárkányt ma. Viszont közben Morgana villant. Nem tudom, nem láttuk, hogy mire. Majd veszünk el. Valószínűleg Kloxra, mert ugye neki hiányzik az összes idéző képessége. Van, nem volt Kalu. Ugye az alsó esélyen valószínűleg Morgana erre villant és fogta le Kloxot, aki elhasználta a megtisztulását és a villanását is egyaránt. Na mivel lent volt Kalu, ezért lehet büntetni. A kék erősítés bánja. Ebben a pillanatban Ryuzaki. Ó, oda akarja adni? Nem biztos, hogy a legjobb ötlet, el kellene hozni. Ruzaki Merouznak odaadja, de nagyon sok életerő árán. Hát valószínűleg haza fog menni utána, vagy leszedi még a piros erősítését. Ott van a kis növényke is, amiből kap életerőt és manát is. Van sújtása is, szóval... Na, látják őket, Kalkoszink megérkezik, Ruzaki nem. Van, na fél szedni a piros erősítését, most még Ragasz. Merouznak jót tesz különben, tehát hogy... Baxa most már nem tud csak úgy bemenni, illetve folyamatosan kell majd takarítani a minionokat. Ja, az, aki itt az ösvény agresszor lehet, ez nem más, mint Merouz. Abszolút, és Kalu egyből érkezne át. Igen, de már nincs de mire. Így van, kicsit késő volt, Ryuzaki már elvitte azt a pirosat sújtással. Érdekes, hogy ugye... Csit nem talál semmit, csak az idejét vesztegeti. Így van, ezzel... Na, ezt is akartam mondani, nem is egyből a sajátjára fordult, hanem inkább átmegy Vegashoz, a semmiért, mert se a gólemek nincsenek ott, se a piros erősítés nincsen ott. Na viszont de viszont hátulról. Nincsen villanás a Kakosznak. De van nagy valószínűleg ugrása van. Így van. Lehet tankosodni esetleg egy ugrás, de ez lehet kevés lesz. Kevés. Freezy az, aki bemet. Nem is kell. Megvan az első gyilkosság. Kalu az, aki be tudja ezt hozni. Így van, tehát hogy... Jó volt a jelző, a harmadik jelző ugye Kindrednél azért több sebzést biztosít. Ezt használták ki és megbüntették Kakoszt, akinek nem volt már villanása. Megint elbukja egyébként a jelzővel megjelölt szörnyet, ugye Kalu. Ryuzaki megint elhozta a folyóban lévő sutyarákot. Merouz azért dolgozik. Elég erősen. Kakosz, Freezy ellen épít. Kell. Láthatjuk, ugye
Pohérhívása. Az, így van. Nem olyan gyakori tárgy ezért. Frizi, oké, ott van, de hát már megvan a hóérhívása, ez viszont elég. Megúszza, nekem is egyelőre, a villanás kellett. Kakosz nem tud előre menni, ugye nincs villanás. A Merus viszont jöhet. Elég sok életerőt sikerül, vonzás hullám. Ott Frizi biztos belehal, sőt, nem biztos. Kalui megmenti, de hát igazából csak időt húzzák. Megagnár is lesz mindjárt. Megvan végül, Merus is egyet, Kakosz is egyet. Kicsit rizikós volt, köszönhetően a Békeszigetének. Hát igen, mert volt szorak a végső képesség, azt nem felejtsük el, hogy azért kellett Merusnak, hogy túlélje. Szoraka ugye az alsősfényről az erbetit lenyomva tudott plusz életerőt adni a felsősfényen harcoló Kakosznak és Merusnak, akik eznek segítségével tudtak megölni 2x25 játékost is. Paxa feljön, Kakoszt akarja lekapni, mondjuk sokat követni nem fogja tudni, tekintve, hogy manával nem áll olyan jól. Így van. Ja, a Draven végső képesség is eljött fel, bár nem sikerült eltalálni senkit. Hát... Igen, ilyenek ezek a globális képességek. Sokat tudnak segíteni. Ezreal. Ezreal például. Azért a... Csak az nem jön vissza. Egyébként... Ilyen nagyobb aranyerőnye, mint nincsen. Merus nem, ugye nincs végső képesség, ezért Kalu nyugodtan várhat. Villanás nincsen. Az fontos, hogy a Merus ilyen lehet kapni, olyan nem annyira mobilis, mint egyik fel egy Kassadin, aki villanás nélkül is meg tud húzni egy rajtőkést. Viszont elég előre megy. Merus bajban lehet. Nem, nagyon elmegy, nagyon elmegy, sokat vár Kalu. Elmegy a kékére így, amit Ryuzaki oda fog neki adni. Ezzel pedig meg a rajtőjétesnek vége. Gnár, lassan kész lesz ugye az aratás, 5. Minion kell még most, mert csak négy szépen lassan lejárul a mind a 100 jelző. Ez viszont egészen szépen indokolja az agresszív építést. Merusnak kell menekülnie, Ryuzaki az, aki játodett, hiába robbanékony hordó. Baxát csak megmentette, Kalut akár még be is üthette volna a toronyára, hiszen nincsen ugye menekülési lehetősége. Így van, tehát hogy Békeszigetével. Nagy valószínűséggel Kakosz letaszított király kardjára épít? Más nem lehet. Hát jó, de még lehet, de hogy nem, csak nem fog. Hát igen, az hexeket lehet ebből venni. Minden esetre most itt egalizálja a mérkőzést az X25, nem mintha egyébként az Vezda annyira elhúzott volna eddig. Vezetnek egy jó 700 aranyja, ez 6-700 aranyja, nem annyira hát jelentős. Ez annyira nem jelentős, viszont ez az első torony, ez jó lesz. Frizi, illetve Kalu itt van, Várják Kalu még mindig várja, de nem lesz időben neki végső képesség, ráadásul itt van Klox és igen, Klox. Jó, hogy vártak, mert 4-2-be harcoltak volna. Volt egy megjegyzésük, hogy nekik erre semmi szükségük. Most talán elviheti a Herald erősítést, ugye az Vezda csapata így van, már hárman gyilkolják is jön, és Merus. Erre semmi rálátása nincsen ugye Kaluéknak, így nagy valószínűséggel ez könnyedén meg lesz az Vezdának, de Gabano ebben a pillanatban legalizálja a tornyok állását. Azért eltelt egy kis időbe. De még így sem, tehát így is még csak 700 aranyjal vezet az vezetet, hogy annyira nem jelentős, a 6-700-as arany maradt. Igen, viszont itt egy hírnök, ami majdnem, hogy általában egy toronyja biztos, jelent. Ez a mindes torony, ez biztosan be fog dőlni. Na, a végzetes hullám. És ezzel meg lesz hírnökkel. Ennyi elég is a Szvezdának. Igen, gyorsan megölik ugye a hírnöket, nehogy tovább menjen. Pontosan erre lett kitalálva az frissített reworkölt hírnök, hogy leszeditek valamelyik ösvényre, megidézzétek és tornyokat döntötök vele. Egyébként Kindred, de kíváncsi lennék, hogy mennyi jelző sikerült begyűjtenie. Szerintem maximum... Én szerintem kettőnél van maximum. Egy. Hát egy. Az nagyon kevés. Az elég kevés, a 13 perc, az nem túl erős. 4 kell azt hiszem ahhoz, hogy először hogy nőjön a hatótávja 75 egységgel. Igen, de folyamatosan dolgozik rajta különben a Svezda. Azok a szörnyek, akiknél megjelenik, azonnal mennek le. Most is például Kakosz volt az, aki az alsó ösvényen. Inkább ott hagyják az ösvényt, csak azért, hogy a Kindrednek ne adjanak egyet. Tudják, hogy nagyon veszélyes. Hát nem véletlen ugye, tehát hogy nagyon meg tud azzal szaladni a Kindred, hogyha csak jelzők együtt. Tehát nem kell neki 5 gyilkosság vagy 6 gyilkosság ahhoz, hogy ő megszaladjon a játék korai szakaszában. Elég. A tornyok pedig dőlnek, már a második, ugye az X5-nél is. Igen, és hogy 4
jelző kell ahhoz, hogy először ugye nőjön ki, de tehát az alap, ami azért általában ilyenkor már megszokott lenni. Utána a 7-nél, 10-nél és lenne 13 a max. Ó, időközben itt van páncs bemegy, kakosznak van, vagy végül ki tud menekülni, de ráölt a Ryozaki! Rádobta Kalut! Mondjuk jó, nem hiszem, hogy így is megmenekült volna. Kakosz, Plox és Plox. Cserére jön egy torony, így van. Jó, hát megint szorok át, hát a felső-belső toronnyal mi lesz? Ez nem... Kábánú és Kalu is erősen jó, tud jönni, érkezik Merúz. Nem lesz meg. Itt kell hagyni. Így van. Megint érkezett ugye Klox-tól az a végső képesség Szorakával, amivel gyógyítani tudta ugye Kakosz, de hát ez sem volt elég ahhoz, hogy túlélje. És ez Kakosz Gnári eddig nagyon sebzést építottam, a letaszított királykardja, támadási sebességet cipő, meg ugye Mundo elleni. Az fontos ez a tárgy megvásárlás, ugye Mundo ellen egyébként. Nem fontos, tehát hogy nem létszükséglet, de azért, hát azért jó, ha van. Félig meddig kötelező. Jó, ha van. Hát kell most például... És nem is csak ő ellen amúgy, mert Gabánóra is foghatni, hiszen rögtön behúzott egy vérszomjast. Van. Most például nézd meg, a sárkány előtti sutyarákon van Kalunak a jelzője. Na ez viszont meg lesz, tehát hogy négyen biztos kontrolálja. Van nagy valószínűsége, még a sárkányt is el fogják vinni ez után szerintem. Legalábbis megpróbálják, Morgana helyezik ki ezeket az őrszemeket, Kalu érkezik is elvinni a jelzővel ellátott sutyarákot. Ami... Így van, viszont Plox és Klox ugye odafent található, ezért lehetnek ilyen agresszívak. Így van, megy a sárkány egyből. Akkor itt van, aki hamarosan átalakul, de nem hiszem, hogy az Dezda szeretné bármit is csinálni. Ez az ösvényt kell tartani, ez a sárkány, ez meg lesz természetesen teljesen ingyen. Ryozaki és Merúz nem tud még hozzászólni ehhez a történethez. Proxynak pedig erősödnie kell. Mindenképpen. Jó kérdés, hogy mire fog építeni. Ugye a kettő is. Mert ugye a három... Csepp, az megvan. Egy elégség, a hármasság hatalma, vagy a jégkesztyű. Mindkettő ugye lehetséges. A kék színek. Igen, a kék színek. A kék ezril. Megzavart egy picit. A régi új kék ezril. Még a legrégebbi dzsungeles tárgyal, ugye akkor így van. Kezdődött el. Hát akkor elkezdett és azóta is. És egy dzsungeles tárgy nélkül. Hát csúnya lenne. Hogy ki kellett a játékból, így van. Minden esetre az aranykülönbség egy kicsit csökkent. Konkrétan majdnem ugyanott tart a két csapat, ugye ez köszönhető annak, hogy 3-1-ben van már Kalu, ugye plusz egy gyilkosság, toronyban ugye egyel vezet az Zvezda. Akkor lesz majd itt a gond a Zvezdánál, hogyha az X-Net eSportsnál a Gabánó szerez gyilkosságot, mert ő ugye ez a 100, vagy gyilkosságokat, de elég egy neki, hiszen már az is, hogy elég sok pénzt jelent neki a jelzőinek köszönhetően. Jó lenne megnézni, hogy mennyi jelzőn jár, ugye ezt mi is látjuk szerintem. Nagyon-nagyon ki vagy ettől, mennyi jelzője. Hát olyan hősök vannak. Hát mondjuk jogos. Hát hogy olyan hősök vannak, van. Proxynek is nézzük meg, mennyi jelzője van a... Mindjárt, még négy jelzős karakter. Időközben Frizzy-re mennek rá. Van is lehetőség, bár ugye Ryozaki van ott, és nincs ott Kakosz, aki... felezi a gyógyulását Frizzynek. Hát kiment egyébként Ryozakinek ugye a robbanékony hordó, igen. Köszönöm. És mégsem sikerült meg. Plox elhasznál. Nem lehet megölni a nélkül. Mire használta el a megtisztulását itt Mundo gyilkolása közben? Megijedt. Vagy sebzett vele. Jó. Morgana lekötés, nem, Merúz talált el a Morgana lekötés, mert kapott gyógyításokat Szorakától folyamatosan. Punch. Lehet, hogy Klox nem szokta meg, hogy megtisztulás van, nem éget és rá akart rakni Mundóra, lehet. Lehet. A különben igen, ez is egy ilyen szükséges dolog lenne, hogy a Merúznak az égetést és amúgy bennmaradt. Tehát, hogy ténylegesen meg akarták volna ölni ezt a Mundót, akkor le kellett volna használni, de közben Merúz kapja az áldás Baxátot, így jó Isten. Még egy ilyen bemenetel. A Lich Bane még közelébe sincsen. Ugye Kassadin. Kell neki. Legalábbis egyelőre. Hát egyelőre nem kell mindenképpen, és 3-3 most a toronyállás, és ebben a pillanatban ugye átveszi a vezetést aranyban. Az is szület, igaz, pár... Hát ilyen másodperc, igen, ez ilyen a 100, de hogy azért nem fog rosszul kinézni a statisztikáiban, legalábbis az X25-nek, kicsit javít rajta. A 20. percet szokták egyébként nézni. Egyébként nagyon-nagyon kiegyenlített
egyelőre a párharc. Ó, hát ez minden. Gyilkosságok szempontból, torony szempontból, pénz szempontból. Kérdés, hogy kinek kedvez az idő. Igazából szerintem az X-25-nek. Tehát Freezy egy megölhetetlen tank lesz, Gabannónak nyilván lesz sebzése. Jó, mondjuk ez proxyről is elmondható, de hát Baxa és Kalu, hát mindketten szörnyetegek lesznek a játék kis visszakaszára. Van. Csak most érünk el a 20. percig ténylegesen ugye Freezynek el kell használni a végső képességet azért, hogy elmeneküljön, nem azért, mert kevés életereje van. Hát egyszerűen elfut onnan. Van, ugye jött Ryuzaki, és Kákoc is ugye meg a nárnak átalakulva. Ryuzakit próbál segíteni. Felső ösvényet. Kalu már kettő. Na, haladunk. 6-7 perc alatt sikerült szerezni még egy jelzőt, azt a sutyerákat. Hát ez nem olyan sok, de és javítás. Nem olyan sok, ellenben kevés. Megduplázta a jelző, itt kell nézni, látod? Így van, mindenben meg kell látni. Na, aki most be van szorít, az nem más, mint az X-25, neki kell takarítani a saját dzsungelüket. Húzzák ki, megláthatják Kalut. Robbanék, hogy hordó már van, esetleges Kalu végső képességeket ki lehet vele játszani. Baront próbálták megkukkantani, időközben lehet bajon, megvan a végső képesség, de ez nem biztos, hogy elég. Kalu nagyon alacsony életerőn van, egy ideig megmentik, de hát megvan kettő darab gyilkosság, ráadásul Kakosznál. Hát kifizetődik most az a letaszított királykagy, és ebben agresszív a pillanatban nem fel Baron lesz, ugyanis ha a dzsungeres is halott Morgana is, Baxa, Freezy és Gabaro nem fogja ezt megpróbálni. Nem, Baxa még itt próbálkozik valamit ráadásul. Úgy néz ki Gabano is, de könnyen ki tudnak fordolni. Nagyon sok a területi sebzés, viszont ott van, Gabano. Aki ki tudja gyógyítani, megvan végül Baxa. Gabanoék is előre mennek, Freezy még szintén itt van, de ha Gabano belehal, Kloxnak ki kell villannia, majdnem megölte a Baron. Na Freezy. Freezyre viszont hát egyszerűen csak ignorálhatják. Na, egy bár nem jön össze. Kicsit pozíción kívül került Gabano, nagyon belemászott az ellenfél arcába, és nem mehet vele Freezy. Gragász egy nagyon szép hasas villanással le. Kicsi a rakás. Így van, pontos megnevezése a képességnek. Elkábította ugye Gabanot, és innentől kezdve nagyon kenyedén be tudták ölni. Hiába, mert neki a vérszomjasa nem volt meg az a megfelelő életerő lopás, ami kellett volna neki ahhoz, hogy ezt túl tudja élni. Úgyhogy 21. perc vége fele, 22. percbe lépve lassan. Megvan az első Baron Nashor, az Vezdánál van, és érkezik a következő sárkány, ami egy hegysárkány. Így van, lehet menni. Freezy, nem tudom, valahogy nem ment annyira jól be ebbe a harc. Tehát, nem ő nem akart bemenni, pedig ő az, aki ugye... Akinek mennie kellett. Nem kap sebzést kvázi. A végső képességével egyetemben. Gabano pedig annyira előre ment Baxával karöltve, hogy nem csoda, hogy ilyen gyorsan rá tudtak fordulni. Ezért, hát, hogy vagy együtt kell bemenni, vagy sehogy. Pedig láttuk Baxa, azért ott volt sebzésügyileg. És időközben amúgy Gabanónak ugye a jelzői. Így van, ugye nem tudta elhozni a gyilkosságot, hanem meghalt, viszont jelzetnek vége. Már kevésbé lett híres. Ezek így a... van, Kalu. Majdnem beleszaladt 4 Zvezda játékosban is, és akkor most van az először a mérkőzés folyamán nagyobb aranykülönbség a két csapat között, ez ilyen 3000 körüli, 3000 pár száz körüli ez az aranykülönbség. Jó, Kakosznak elmenekülni, mondjuk megérkezik a felmentősereg, Meruz, vonzás hullám, Baxa ugrik ki, kérdés, hogy meg tudom menekülni, nem? Kakosz bumerang! Én már az 5. gyilkosság ezen a mérkőzésen. Ez a gnár, ez nagyon bevált. Nagyon meg, és ott van el a jégkalapács, hogy ez lassít. Hát itt az élete végig fog lassítani. Egyébként Vizicsocsi játszotta még ezt a fajta nárt még, nem is tudom mikor, talán 1 vagy 2 éve nyáron, amikor gnár hasonló ilyen meta karakter volt, viszont akkor teljesen tankként, és Csacsi bemerte vállalni azt, hogy és ilyen sebzés nárt hozzuk be, ugyanígy jégkalapáccsal, nekik is nagyon jól bevált, ugyanúgy, hogy most Kakosznak. Ó, Meruz, vonzás hullám ugye nincsen. Oké. Halálforgatag. Gabano sebzés. Igen, folyamatosan dönti a tolnyokat az Vezda, ugye a Baron erősítéssel. Könnyített dolguk van így.
Na, Freezy jöhet. Nem hagyja Merohúzt hazamenni. Igen, mondjuk itt van Kakosz, aki ugye a nagy rákfenéje Freezynek. Van, nem volt ugye... És ő képessége se villanás a Merohúznak. De nem is kellett. Vonzás hullám mondjuk volt, de... Az nem most, nyilván... most lett vonzás hullám. De most nem, nem sebzett volna most Freezyre. Tehát, hát hogy... Freezyre sebez. Negyedül Kakosz kívül, így van. Tud szerintem oda sebezni. És úgy néz ki, hogy megvan Ploxy. Passzívabbra veszi a figurát, és nem hánaság hatalmát épít, hanem jégkesztyűvel húzza be. Időközben van egy visszajátszásunk is, ragasz érkezést láthattuk. Szép volt itt a végső képesség ugye Kalunnak, de hát itt Kakosz hirtelen elvisz két gyilkosságot ugye. Nem tudom egyébként, hogy Kindredet miben vitte el, nem volt, hát ott volt a piros erősítés rajta volt, ugye, és Megnárban volt. Elkezdik a baron. Itt van, itt látjuk azt, hogy itt bemegy Gabano, és Freezy ugyan ott van még mellett, itt hátul meghal, ugye Kassadin Kakosz által, Freezy ott van mellette, és itt Freezy nem tudta eldönteni, hogy menjen be, vagy ne menjen be. Draven beragadt négy ember közé, kiflashelt rá Vegas, hogy elkábítja, és onnantól kezdve az ő sors el volt döntve. Freezy pedig nagyon kívül volt, pedig neki kellett volna tartani azt a frontvonalat, amire szüksége lett volna ebben a helyzetben Gabanónak. Igen, legalább bemenni és területi sebzést osztani a baront ütőkre, hiszen már az is nagyban megakadályozta, vagy megnehezítette volna a baron elhozását. Azért életerükben nem voltak nagyon gazdagok a szvezdások. Paksa, felsősvényen, bátortösvénytolás, nem foglalkoznak vele, ők inkább inhibitort szeretnének, ami amúgy egy jogos felvetés. De be tudják ezt valahogy védeni egyébként, négyen vannak itt, ugye Kakosz nem van az alsősvényen. Mindig nem megy haza, érkezik időközben a teleport, dupla teleport, megérkezik Kakosz, illetve Paksa. Ugye így teleport előnye van most X-25-nek, Freezynek köszönhetően. Paksa oldalról Paksa. Jöhet. Nem ugrik be. Lebukott egy kontrollőr szemben, átsétált, és Proxy Freezyre ment a fókusz. Egy emberes robbanékony hordó, de hát Freezyre, ráadásul ott volt rajta a fekete pajzs. Így van. Nem tudom, hogy megérte ennyit Freezy. Szerintem nem. Hozzá se kellett volna nyúlni. Hát még hogyha nem nyomja el a végső képességet, akkor se ért volna szerintem meg ez. Vagy még hogyha esetleg meghalt volna. Hát akkor lehet, mert ugye leesik a nagy tank, amivel egyébként nem tud mit kezdeni a Szvezda. Kakosz az, aki egyébként sebzést tud okozni neki, de már lassan ő is elhagyja ezt a fázist. Így van, tehát hogy hiába 3-7, hiába 4 gyilkossággal vezet az Zvezda, azért Kindred, most már kezd Kassadin is, Draven pedig főleg kezdik megszerni azokat a tárgyakat, amik kellene nekik a sebzés kiosztásához. Jó, azért mondjuk ott van az Ezreal is. Persze, tehát hogy ő is 0-0-4-ben. Tárgy már megvan. 3. Jó, igen. 3 kék. Színekben én nem vitatkozom, az biztos. Teljes mértékben igazad van, viszont ugye itt a istenő köncsepkéről beszélünk. Még több manával rendelkezzen, illetve pajzs is lesz majd még ebből Proxynak. Utána lehet már csak agresszívoskodni. Szerintem utána össze kell szedni valami páncéltörést. Hát így van, Mundo ellen azért el fog férni, hogy a Kinden is ott van a fekete hasító bár, de neki maga azért ott van egy stopper órája is. Kastelin ugye ezt már elhasználta, ne felejtjük el, hogy Merohúznak is még ott van a stopper órája, ami egyébként akár még egyes küzdelmeket is eldönthet. És itt bajban lehet Kakosz, van villanása. Van villanása, Kalu, és kell használni, viszont Kalu is elvillant a semmire. Szerintem arra azt próbáltam megjátszani, Kalu, hogy rávillan, és ugye a piros erősítésnek köszönhet, hogy a lassítást kihelyezi rá. Igen, meg arra számított, szerintem az is lehet, hogy arra számított, hogy elkapja mégiscsak az utolsó pillanatban a fekete pajzs, és akkor azzal, vagy bocsánat, a lefogás, és akkor azzal villan együtt, de hát igazán jött össze. Villant. Egy az egyért, igen. Ja, és mi mindig ugye teleport előnyben van az X-25, ugye Freezynek köszönhetően. Ja, ugye? Tényleg Bungie-nak elfelejtettük kiemelni a stopper óráját, tehát meg volt Merohúzé, meg volt Kalué, és meg ott van Morgananál is egy. Igen, nem. Illetve eléggé sok hosszú távú tárgy is elkészült már Baxánál, de hogy már megvan mind a 10 darab jelző, a korokpárcáján ráadásul az arkangyal is. És ebben a pillanatban megszerzi a második hegycsárkányát a Zvezda Kakosz révén, akinek kész van már az őrangyal is. Ott van már nála egy kalapács, mi lehet abból? Fekete a sítóbárd? Miért ne? Kell. Jöhet, vagy... Hármasság hatalma.
Igazából nem lehetetlen, de nem hiszem. Nem lehetetlen, de nem valószínű. Igen. Meglátjuk. Meglepődnék. Hát minden esetre nem lennél vele egyedül. Nem, a hasító már ez annyira egy jó tárgy. Így van. Ugye Gnárnak szerintem nem lehet mást választani. Abszolút, és most megint a baronról fog szólni minden. Aki itt elvisz a baront, az nagy előnyhez juthat. Igen, viszont a Svezda szeretné, ez lehet, hogy a halálukba menetelnek. Kloxnak már... Frizi nem van alul. ...hacsonyabb élete van. Frizi, igen, lent van alul, viszont neki van teleportja, tehát ő tud csatlakozni. A rák megvan. Frizi pedig most már keresi inkább a lehetőséget a csatlakozásra. Kloxi... Elüldözik a barontól. Négyen. Faxa lehet bajban, ugranak rá Ruzekiék, teleport, Merhúz, illetve Klox arcába. Inkább itt lesz Frizi, akar. És egy újabb torony. Van, 5-5 már újra a tornyok állása, annak ellenére, hogy amikor a baron ott volt ez Vezden, akkor nagyon úgy tűnt, hogy ők végigostromolják akár egy inhibitorig. Viszont ezzel ugye Gabano. Megvan a teleport, Ruzeki próbál előre menni, Gabanót akart robbanékony hordóval. Így van. Azért ne felejtsük, Faxa, hogy ott volt mellette Morgana, ezért a fekete pajzsal le lehet őt védeni, Kalu lehet bajban. És el tud jönni, csatlakozik most már Vaxa is. Visszaveszi a Svezda az uralmat, de hát ott van Kakosz egy. Slowpush ott van egyébként alul a minionok tekintetében, ott lesz majd egy szép kis minion hullám az X-25 részéről. Igen, itt a baron tánc. Meglátnak ott valamit, sőt el is kezdik, nem csak táncolnak. Kérdés, hogy jó ötletek, Klox az, aki kicsit kiszorul. Ki van, sorry, Klox, igen, ő neki az nagy. Majd lehet, de viszont van végső képessége, na nézzük! Igen, gyógyulni kellene, 4000 életerő, egy vonzású lebe azonnal, belehal Kindred! Ez mínusz egy ember, hatalmas Gabano a gyógyulás, Frizi! Ráadásul ugye a kulcsfontosság, viszont nála van sújtás. Továbbra is lehet táncolni, de 36 Gabano másodperc. Ne felejtsük Kloxi el. Igen, tehát Gabanót is ki lehet azért szedni, Ruzekiék tudnak menni rá. Most a baron menni elkezdhetik. Olyan szempontból, hogy nem kell aggódni. Nincs sújtás, ami ellopja. Baxa beugrik, rögtön ugranak kirá. Nem sikerül elkapni senkit. Baron megint vissza fog gyógyulni. Nem, mert elkezdik. Punch. Frizinek most be kell menni, illetve Gabanoéknak most vagy soha 3000 életerő alatt. Bemennek Ruzeki, bele fog halni, ezáltal nincsen sújtás egyik csapatnál sem. Gabano hatalmas sebzése, Frizi oldalt Ploxit megöli. Kakosz, nem, Ploxi visszajön. Gyönyörű volt, Punch viszont belehal. Kakosz, az aki itt van 3-1-es szituációval, ez hogy megy vele szemben Kalu. Nem fogja itt kibírni. És itt van Kalu, és ebből baronozni fog nagy valószínűséggel az Vezda előtt, meg elkapja Kalu. Próbálja húzni az időt, ráadásul vissza is fog éledni. És megy a teleport boxától az alsó ösvényre, ahol inhibított védő tornyot dönthet, vagy akár inhibitort is, ugyanis Klox lesz az első ember, aki éledni fog. Kakosz húzza az időt, ameddig csak tudja. 10 másodperc múlva élednek Gragasék. Most fog meghalni Kakosz először. Kakosz nagyon sokáig bírja. A baron miatt húzta az időt, és ebben a pillanatban megvan. Az inhibitor. Az inhibitor. Gabano olyan szépen villant ki abból a Gnár végső képességből, amennyire csak lehetett. Gnár még okozhat itt. Még itt lehet, majdnem Kalut megölte. És sőt, még megpróbál elmenekülni, nem sikerül. Na, csak kábítani, meg lesz. És most megvan. Hárman csak összehozzák, Frizi. Eltett bőven másfél perc. Egy jó perc. Egy jó másfél perc. Biztosan eltelt, amíg Kakosz kelgették, de hát megfordította a mérkőzést aranyban most az X-25, inhibitor is az övéké, Gabano annyira szépen villant ki a balagnár végső képességből, ami viszont azt jelentette, hogy ezt a csapatküzdelmet meg tudják nyerni, nem volt fókusz semennyire Gabanon, arra számítottak, hogy Gnár azzal lesz, Bugs-át letörli a pályáról ezt az Orionát, és innentől kezdve ingyenes az a baronna sor, 3v5-ben nem fog benni az özdebben, biztos vagyok. 23 másodperc, Kakosznak azért van teleportja, illetve rálátás is van. Elkezdik nagyon gyorsan, le kell pörgetni azt a baront. De hát Gabano. Ruzeki be tud menni különben, és csak Kalut sikerül kilöpni egy robbanékony hordóval. Kakosz 7 másodperc. Annyi alatt ledarálják a baront. 3000 életerő a baron. Ruzekinak be kell most menni egy jó lopás, robbanékony hordó, ez mindig kevés. Be lehet menni, van-e lopás? 1400, 1000, megvan a lopás! Megvan a lopás, gyönyörű volt, viszont kérdés, hogy mennyire jöttek ki ebből, jó, 3 ember halott, hogy ebből 2 azaz, aki nemrég áldozta életét ezért a baroniért. Hát egy inhibitor lent van, és dőlni fog még egy. Le lesz a második is, mondjuk a baron erősített minionok azért meg Orianna végzetes hullámmal azért tud takarítani, igen.
Paxa. Hát Ryuzaki bejött, és az X-Men-t azt tervezte. Nézzük, ott a vonzás hullám. Hát de ebben inhibitor lesz, és Velső is egy 3 inhibitort hozhat el az X-25 cserébe azért, hogy az Vezda már belopta ezt a baront. Az X-25-nek az volt a terve, hogyha bejönnek Ryuzakék, akkor nem a baront fókuszálják, hanem őket, és nézd meg Baxának a sebzését. Merúznak, ki kell onnan futnia. 3 inhibitor dől cserébe a baronér. Hát az X-25 nagyon-nagyon ott van, és úgy néz ki, hogy meg tudja tenni megint azt, amit az előző alkalommal ugye ugyanebben a mérkőzésben. Ja, az előző küzdelmük. Így van. Kis X-25 győzelemmel ért véget. Nem ért ugye véget ez a mérkőzés, de az X-25 most nagyon nagy előnyre tette. Hát arany szempontjából ugye a Zvezda még nem áll olyan katasztrofálisan. Tehát ez a 3000 ez annyira nem... 4 torony, 3 inhibitor hátrány. Az elég nagy, most mind a és 3 ösvényen. Így van, innentől kezdve az összes kontroll, az egész minimap kontroll. Az bizony az X-25-é lesz. Remélem kapunk egyébként majd a visszajátszást erről a Baron Fightról, vagy legalább az előtte lévő 4v5-ös küzdelemről, amit ugye megnyert X-25, valami csak-csak lesz. Nem a legrosszabb esetben megnézzük a meccs végén. Abszolút. Innentől kezdve ugye az Zezának minden ösvényt védenie kell, most az alsó ösvény egy kicsit be van tolva, de nem kell annyit fordítani, viszont Baxa rengeteg sebzés van benne, mert úsz egy pillanat alatt letörni, akinek nincsen már ugye stopper órája, a sezonja homok órája, innentől kezdve ő fél másodperc alatt letörölhet a pályáról Meru Baxa által. Megint erre vár. Az aranykülönbségeket, de hát... Itt már itt már a számít. Itt már mindenféleképpen csak a képességek, illetve a hősök számítanak. A Zvezda bármely pillanatban megfordíthatja a meccset, köszönhetően ugye a Gragasnak, köszönhetően a Kakász végső képességének. Nem tudnak mit csinálni ezzel a nyomással. Ez a legnehezebb egyébként az egész mérkőzés folyamán. Baxa lehet itt bajban. Ha Baxát hát megölik, akkor van esély különben. De nézd meg Prizzire ezt a minionokat. Nem szabad erőforrást áldozni. Jönnek folyamatosan minionok, és még itt vannak a játékosok, és nagyon nagy a nyomás Zvezdán, ahogy te is mondtad. Rengeteg a minion, defelni kell folyamatosan, közben figyelni arra, hogy mikor lehet küzdeni. Bármelyik pillanatban kialakul a csapatharc, bármelyik pillanatban dőlhet egy torony, bármikor elkaphatok bárkit. Csipegetik ezeket a tornyokat azért, hát úgy néz ki, hogy kalut akarják össze, azért nem jön össze. Kasszali fölül, figyeljünk rá is. És azért a sebzés ott van, Kalunnak figyelnie kell, de ő ugye fel fog éledni. Nem is értem, miért ő volt a fókusz. Ha már Zilli nincsen, akkor ő rangya van. Baxa nagyon be akar menni, mert ő úzra, be is megy. Sikerül és mondjuk a fél életerő. Tereli el nagyon szépen az Zvezda figyelmét ezzel Baxa. Igen, rá mindenképpen kettő ember kell, és ezáltal felgyűlnek itt a minionok, most már üthetik a tornyokat. Ez rengeteg. Nem tud ezzel nagyon Pakolsz, mit csinálni az Zvezda. Pakolsz, át fog változni. Azt meg kell várni az iszonyatnak, hogyha küzdenie kell. Lassan érkezik ugye az alsó ösvényes építőt, amit egy pillanat hát, belül bedöntene. Nagyon gyorsan be fognak ütni, Baxa is csatlakozik. Fent. Ez lett volna a kis most fellélegzés. Pak, és Baxa fölül. Nézd meg, a tornyot dönt, jó a silence. Baxa ki tud ugrani, Loxi menne még előre. Négy ember mozdult rá. Egy torony már dől, még van egy körülbelül a 3/4 életerős Nexus-t védő torony, de ez sincs sokáig, na nézzük! Ruzakira mennek rá. Ó, megvan a vonzás hullám, nem rossz, viszont azonnal belehal Klox, nem lehet vele mit csinálni. Baxa nagyon elő van, Kakosz az, aki még tudja sebezni, megölik Baxát! Itt lehet a fordulópont, figyelni kell, mert Kakosz az, aki nagyon elő van, vissza kell jönni. Ryuzaki bajban van, Freezy rá tud futni, egy teljesen pucér Nexus van, azt kellene ütni. Gabano neki is kezd, és ezt már nem lehet megvédeni, az X-25-ön megteszi. Azt, amit meg kell, megint elhozza ezt a győzelmet, a Zvezda nem tudja ezt kivédekezni. És ezzel a mai napunk véget is ér. De milyen mérkőzés, hát sikerült nagyon-nagyon-nagyon, hát megint.